Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a Hősök teréről, a Városliget széléről, és amit most bemutatok nektek, egy érdekesség, itt van a sikoldalt, tudom, hogy nézzétek, ez egy vasbeton híd, itt a semmi közepén. Ugye az első életület az ilyen érdekesnek, hogy egy ilyen nagy vasbeton híd itt a úgymond a semmi közepén, ahol semmi nincs egy tartalma, ez minek épült ide, de ennek viszont ez nem ok nélkül volt ennek, hogy ide épült, mégpedig azért, mert a kisföld alattinak a pályája az eredetileg kiépítéskor itt a felszínen itt ment át, és az a fölött volt ez a híd. Én meg is mutatom, hogy nagyjából itt, ahol most állok, itt mentek a vágányok, és valahol ott arrafele jöttek a felszínre a Hősök tere után. Erről majd fogok be képet vágni, mert biztos, hogy találok, tehát én is innen tudom, hogy pontosan hol jött, de valahol itt errefele lehetett azt, hogy kijött a felszínre, és itt ment utána tovább. Hát nyilván akkor még itt azért alacsonyabban volt a talaj, tehát ezt nyilván ezt feltöltötték, miután itt a sineket felszedték. Tehát itt azért nagyobb volt az űrszelvény. De ez a híd, ez itt a vágányok fölött ment át. És szerintem, hogyha jól emlékszem, akkor még itt a felső vezeték tartó kampó még itt van. Ezt mindjárt meg is kukkoljuk. Hát már nincsen. Igen, mert vagy 4 vagy 5 évvel ezelőtt ezt így felújították, ezt a hidat, főleg és újra beszelték. Hát azóta még látszik, hogy ugyanúgy azt van graffitizve, mint előtte, de valahol szerintem itt lehetett a vezetéktartó kampónak a helye. Lehet, hogy szerintem ez volt az, nézzétek csak. Hát még lehet, nem is, nem, ez nem az. Az csak egy sősebb olyan hasonló volt, mindegy. De egyébként igen, itt voltak a vágányok, és itt jött át. Hogy igen, 1973-ban, amikor a felújítás volt, akkor szűnt meg a felszín szakasz, és alacsony vízállás, vagy ha éppen le van ereszve, akkor látszik is az alagút, hogy hol megy itt a híd mellett. És a Széchenyi fürdőn épült egy megálló, és a Mexikó útnál a végállomás a járműteletnél. És akkor meg a felszín szakasz megszűnt, ennek ezek az állatkertnél volt a végállomása. És hát azóta, viszont ezt a hidat itt hagyták, mert ez műemlék. Ez volt egyébként az első vasbeton szerkezetű híd, amit a 19. században építettek Budapesten, ha jól tudom. Úgyhogy már csak ezért is műemlék, de mindjárt megnézzük a tetejét. Vagyis a tetejét, hát átsétálunk rajta. Nézzük, hát... Igen, tehát a vágányokon nem volt szabad akkor se átjárni, azért épült így a híd, hogy ne kelljen, tehát itt lehetett a sinek fölött átmenni, és egyébként a végállomása a kismetrónak az állatkertnél volt. Hát van még idén, úgyhogy megpróbálom bejárni valamennyire a nyomvonalat. Úgyhogy itt vagyunk fent, mert a híd, és itt mentek a sinek tovább egyenesen, és így a tavat kerülték. Itt volt egy ív, és az állatkertnél volt a végállomása. Ma mindjárt azt is meg fogjuk nézni, aztán majd az emléktáblát is. Ennyi. Ez egy rövidke vlog lesz, így erről a hídról. De mondtam, hogy ezt érdemes nektek bemutatni. És egyébként akkor be se kell vágnom a képet, mert itt van. Ez tele van. Tehát az ilyen gyertet a képzelni, hogy hogy van. Hogy volt, és itt mentek a vágányok. Ja, és egyébként igen, az állatkertnél volt egy felszíni megálló. És valóban a Széchenyi fürdőig ment, bár akkoriban nem minden szerelvény ment a Széchenyi fürdőig, nagyon sok az állatkertnél már visszafordult. És egyébként itt volt a... De akkor... Szerintem akkor próbáljuk meg bejárni a vágányt, ameddig csak lehet. Vagy hát a maradványait. Úgyhogy most itt a régi sinek helyén megyek. És egyébként itt egy ilyen jobbos ívvel fordult be az állatkert felé. De majd mindjárt oda gyerek, akkor azt is meg tudom mutatni. És igen, és egyébként valahol itt jöttek a vágányok. Szerintem itt a járda, meg itt a fűhelyén ment valahol. És itt közvetlenül az állatkert előtt volt egy megállója. És aztán a végállomásod a Széchenyi fürdőnél volt, ott fordult vissza. És egyébként itt az állatkerti megállónál is volt egy ilyen felüljáró, az nem vasbeton híd volt, hanem szerintem egyszerű ilyen
vagy szerkezetű. De ott sem a vágányokon kellett átmenni. Hát egyébként valahol. Ennyi, hát itt már semmi emléke nincs. Itt teljesen eltüntették már a maradványait is, de az állatkerti megálló az valahol itt lehetett. Ugye itt, ott van az állatkert szembe, tehát valahol itt kellett legyen. De kétlem, hogy erre bármit is fogunk találni. De még ez a plac is lehet gyanús, hogy itt lehetett az állatkerti megállóhely. Hát ezt így innen már megállapítani nem lehet. Mondom, semmiféle tárgyi emlék nem maradt már. És akkor még itt tovább mentek a sinek a Széchenyi fürdőig, majd azt is megnézzük mindjárt. És akkor itt vagyunk a Széchenyi fürdőnél, hát a felszíni pálya az valahol itt lehetett véget, de hát ezt már így pontosan egy helyszínen megállapítani nem lehet. Úgyhogy akkor itt a tudomány véget ér, aztán majd próbálok még nyomozni, hogy pontosan mint volt, hogy volt, de itt van a háttérben a Széchenyi fürdő. Úgyhogy akkor ez a kis rövid vlog, ez ennyi lesz igazából, csak a hidat akartam megmutatni, mert az volt itt a lényeges, hogy mi csinál itt azért a semmi közepén egy füves középlacon egy híd, de látjátok, van rá a magyarázat. Úgyhogy akkor ez a kis vlog, ez ennyi volt, köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljátok, diszlájkoljátok, ahogy szoktátok. És hát akkor ennyit, találkozom a következő videóban, sziasztok!